És mi pedig csinálunk egy kimutatást a különböző közvéleménykutató, illetve ezzel foglalkozó sajtóelemző cégek alapján, amit ott nekik felolvasnak. Képzeljék el, hogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy a Jobbikkal szemben a legkiegyensúlyozottabb médium az RTL. Csodás, mi? Ha a közmédiumokat nézzük, akkor a vizsgált hónapban, ami azt hiszem április volt, vagy május, április hónap volt, a vizsgált hónapban a legmagasabb szereplési arányunk a Duna Televízióban volt, 1%. 1%. Figyeljék meg, rendszeres az a köztévében is, hogy elmondják a kormány álláspontot, majd hosszasan szerepel egy LMP-s, szerepel egy MSZP-s, és jó esetben elintézik, hogy a Jobbik pedig ezt mondta, de nagyon-nagyon sok esetben nem. Minden esetben följelentjük őket a médiahatóságnál, csak önöknek is tudni kell, most nem mondhatom a rendszer fölépítését, aki elbírálja, azok mind fideszesek. Tehát így lett kihalkítva a rendszer. Tehát ennyit a média viszonyokra. És amikor ezt felolvastam nekik, akkor először hát volt egy kis zavarodottság, megkérdezték, hogy ez ki, még azoknak a nevét is felolvastam, professzor, ezt professzor, az, akik az elemzést csinálták, mi volt a válasz, a következő volt a válasz az MTI részéről. De bocsánat, még annyit van tegyek hozzá, hogy ugye tudják, 21 évi újságíró voltam, azért az alatt az idő alatt az ember rengeteg kollégát szerez, ezekkel az emberekkel ugyanolyan jobban vagyok, ha csak nem követtek el, mint újságírók, valami egészen elképesztő, de azért van ilyen is, jellemtelenséget velem, vagy velünk szemben, azokkal én ugyanúgy tartom a kapcsolatot, de nyilván vannak információim, tehát tudni kell, kerek, perec, bolygót alatt vagyunk, tehát nem úgy, hogy megfelelési ízés, akkor nem tesszük be, hanem ki van mondva. Jobbikot minden lehetséges módszerrel bolygottáljuk. Tehát ha valaki nem viszi el, ezek az adatok hozzáférhetőek az interneten. Tehát elmondtam az MTI részéről a következő válasz érkezett. Ugye most tudni kell, hogy úgy van meghatározva a rendszer, hogy az MTI osztja szét a híreket. Mindenkinek. Sőt, még ez a bizonyos központ csinálja meg a anyagokat is, és akkor ebből szemezgette a Duna TV, az M1, az M2. Már megkapják egy első anyagot, mindenki úgy vágja össze, hogy akarja, meg úgy narrálja, ahogy akarja, de egyébként nem hülyeség, tehát maga a rendszerben ez nem hülyeség, mert nem kell a három közös bukszából, ez a közös bukszából nem kell három stábot megfizetni, hanem csak egy stábot fizetnek meg, tehát tényleg nem hülyeség. De hát azért nem ez van, ez nem csak ez van mögötte, hanem az is, hogy megmondják, hogy mi van és mi nincs. Erre mondtam én azt, hogy a rendszer alkalmas arra, hogyha nem lenne internet, hát persze van internet, de hál' Istennek, ha nem lenne internet, akkor le lehetne tagadni, hogy mondjuk kiszáradt a Balaton. Ha ők nem akarják ezt, akkor nem. A magyar nép nem tudna róla, hogy kiszáradt a Balaton, mert egy rendszer mondja meg, hogy mi van az országban és mi nincs. És akkor, amikor volt tavasszal egy média konferencia Tiharban, akkor én erre rákérdeztem, amikor lehetett tudni, hogy ez lesz a rendszer, és akkor mint mondta nekem az MT vezérigazgatója, a Sanyika, hát személyesen neked itt megígérem, hogy a Jobbik annyit fog szerepelni, amennyit kell a médiában. Hát ez lett belőle, most rákérdeztem. A következő volt a válasz. Hogy ők is megcsinálták a maguk felmérését, és nagyon elégedettek, mert tökéletesen megvalósul a francia modell. A francia modell az azt jelenti, van ugye a BBC modell, amit egyébként Európa nagy része alkalmaz. Mindez idáig a magyar televíziózás és a BBC modellt alkalmazta, az azt jelenti, hogy körülbelül a különböző hírműsorokban, a háttérműsorokban mindenki annyit szerepel, amennyi a százalékos aránya a parlamentben. És van a francia modell, amelyik azt jelenti, hogy kétharmad kormány, egyharmad ellenzék. Na most eddig BBC modell volt, mostantól átértünk a francia modellre, és akkor azt mondta, az pedig feketén-fehéren kimutatható, hogy egyharmad arányban a ellenzék szerepel a sajtóban. Hát persze próbáltam jelentkezni, igen, de az egyharmadban hol a Jobbik? Mert ugye az egyharmad az szinte a fele, jó? Az MSZP másik fele meg az LNP. És már nem kaptam szót. Tehát még egy ilyen bizottsági ülés is úgy van kialakítva, hogy a választ lehetőség még már nincs. És akkor persze, hogy összeszólalkozunk ezzel az elsimon László nevű emberrel, aki a
Balázs a sajtóbizottságot vezet, ott a csodálatos dolgok hangoznak el, különösen az előd részéről, és sokszor már komikus jelenetek vannak, mert olyan viszont válaszok vannak, hogy néha az óvodában érzem magam, és nem az előd miatt, hanem az első miatt, aki egy ilyen túlkompenzálós ember. És hát így tartunk. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy részéről az egyharmad megvan, akkor minden oké. És erre számítottunk. És most még aztán minden lesz. Tehát amikor majd eljön a választási kampány időszaka, akkor emlékezzenek vissza a szavaimra. Szóval lesz nekem néged is, mint barátom, a Gézának 10-15 szeretője, bocsánat, hogy... De lesz minden! Tehát lesz minden. Mindent be fognak dolgozni. Föl is vagyunk rá készülve. Képzeljék el, hogy a, olyan szinten, ugye bedobták, hogy a Boda Gáborok szeretője van ebben az Echo TV-ben, a Magyar Hírlap élen járt olyan kollégák, akik annak idején jelentkeztek nálunk a Jobbiknál munkára, azok vezércikkeket írogattak. Azt megpróbálták, hogy én 5 évvel ezelőtt építkeztem, hogy annak azt az aki az én építési vállalkozom volt, azt fölkeresték, hogy mondja rám azt, hogy nem fizettem őt ki. Ebből készült volna a vezércikk, hogy hát ilyenek a jobbikosok. Hogy az egyik szeretőt tart, a másik nem fizeti ki a vállalkozót. És ugyan volt anyagi vitám ezzel az emberrel, de ez legalább volt annyira becsületes, hogy azt mondta, hogy hát ilyet nem mondok. Ez a szerencsém, mert egyébként csináltak volna belőle egy hétig ilyen adagolt izét. Egyébként még meg lehet, hogy megtörténik. De most aztán mindenben ez dobva. És minden ilyen lakossági fórumon elhangzott rossz mondatot, valamelyik helyi képviselő kicsit bepálinkázva olyat mond, akárhol az országban, az mind vissza fog jönni választási kampányban. De mondhatjuk azt, hogy a politika erről is szól. Csak ugye ez úgy lesz, az imént fölvázolt sajtóviszonyok között, ez sajnos úgy fog kinézni, hogy mindenhol a mocsok az mind rám fog szakadni. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy majd amikor a mi országunk sokat politizált, szerintem az emberek is egymással többet, mint más országunkban persze, ahol ilyen gazdasági helyzet van, hogy ezen nem is csodálkozom, nem beszélve az előrekről. Identitás, kultúra, egészetek, nagyobb helyzetben vágyunk. Identitás tekintetében képzeljék el, hogy utolsó előtték vagyunk Európában. Tehát egy felmérésszerű. Elképesztő. És akkor egy magát nemzetének valló párt ugyanígy ezt a zsidó értelmiséget, ezt a belpesti zsidó hazáruló értelmiséget tolja, tovább emeli piadesztára. Itt vannak az új példák. Már az Orbánéktól kaptak a Heller Ágnesék 66 millió forintot. Alföldi, ott van a Koltai, nem kell. Az Eperjes nem kell a Győri Nemzeti Színházat. Nem tudják áttörni ezt a belpesti blokkot. Most én úgy tekintem ezt, mint egy zárkodó rendezvény. Tehát még nem csak ez a SZDSZ zsidó lobby van, hanem még van egy húzi lobby is. De ez nem vicc. Az persze a két halmazban nagyon látni egymást, de az még külön egy rettentően erős. És vállalom a felelősséget, ha kell érte, a Fideszen belül rendkívül erős. És ne higgyék ezt, hogy ez sárdobálás és köpködés. Ha önök bejönnének a parlamentre, meg hát tudom is személy szerint, hát mondom még egyszer, több volt barátok van a Fideszben. Hát nem, de azért az nem az a típus vagyok, akivel próbálkozni lehet, de azért ez látszik. Meg hát tudja is az ember. És jó, engem nem érdekel egyébként, hogy kivel megy a hálószobába, az viszont érdekel, hogy ebből mit visz át a közéletbe. Az érdekel, mert az rám is tartozik, meg a gyerekeim is. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy egy nagyon szűk rétegtől eltekintve, én azokat gondolom a jobbikos szavazóknak, akiknek már túl sok volt a jel ahhoz, hogy higgyenek a mesébe. Általában a jobbikos szavazó a legjobban informált is. Nem mondom, hogy köztünk nincsenek elvakultak, de köztünk is vannak. De nálunk a politikai pártok
átalakultak, a politikai pártokban való hit átalakult egyfajta hitté. Tehát Orbán Viktorban mint egyfajta vallási vezetőben hisznek az emberek. Nem is hajlandó elfogadni. Az én saját környezetem olyan, aki engem imád, higgyék el, tehát imád, nagyon szeret, és amikor ez a jobbikos létemről van szó, akkor ilyen elnézem azt, hogy ó, hát te is meghűlhetsz ez a fajta, meg ez ilyen, nem is tudom, ilyen elnéző mosolyal vannak, mert hát de mondom, és akkor sorolom a dolgokat, hát jó, akkor azt még hajlandó vagyok elhinni, hogy a Fideszben nem mindenki, de hát a Viktor az nem tud róla. Hát ezt nagyon-nagyon nehéz átkörni. Ugye mi nem értettük, hosszú éveken keresztül nem értettük, hogy az az MSZP-s mentalitás, ami mindig visszahozta őket. Ugye pont az a korosztály szavazott a legjobban, és szavaz a mai napig is az MSZP-n, akinek elvették a múltját is, meg elvették a jövőjét is, meg elvették a gyerekeinek a jövőjét is. És pont azok szavazták mindig őket vissza. És aztán az ember szembesült azzal, hogyha Gyurcsány Ferenc kinyírna minden reggel a napkertében egy csecsemőt, ő akkor is a Gyurcsány Ferencre szavazna, vagy aki, és ezt így nem nagyon értettük. És akkor itt most látom, hogy úgy látom, a magyar emberben ez benne van. Úgy látom, csak nem baj, benne van, csak egy kicsit a haza érdekében. Mert én hiszek továbbra is a magyarokban, bár sokat gondolkodom ezen, hogy a mi mentalitásunk, hol volt az a pont, talán 56-ban. Vagy 56 után, amikor olyan végérvényesen elindult az ország része, hogy most már bármit meg lehet velünk csinálni, hogy én 2006 őszét azért értem meg valami euforikus állapotban, mert akkor azt láttam, hogy hát azért még mi most jó van, akkor most fölemett a fejét és nem hagyja magát. És ezt látom a gárdistákban is. Ezt látom a gárdistákban is, hogy annak ellenére, hogy elviszik őket, megbüntetik őket, a családjuk nem akarja elengedni a saját pénzén, ha ő úgy érzi, oda megy, elutazik 150 kilométert a saját pénzén, és megvéd egy számára van idegen családot, a cigányoktól. És ezt látom, hogy akkor ez még mindig vagyok. És azt látom, és ami még nagyon-nagyon jó érzés, hogy próbálja meg a gondolatsort egyfajta pozitívummal befejezni, hogy a fiatalok között nagyon erősek vagyunk. És ez nagyon jó. Tehát ugye ez óriási munka indult el a különböző egyetemeken, középiskolában. Én kérdezem a saját gyerekeimet, hogy náluk mi a helyzet. A lányom most végezte el az egyetemet, mint a sportoló volt, ugye az ő saját kis szubkultúrája a sportolók, és a volt egyetemista barátai. És azt mondta, apa, én nem ismerek senkit, aki megjobbikos lenne. És mondom, hát Zikár, hát azért a valóság az, hogy még mindig valahol ilyen 17-22% között vagyunk. Tehát azért minden, én nem ismerek senkit. Egyébként ez egy érdekes helyzet. Akkor még egy érdekes töltetet, hagyd meséljek el. Jó, tehát hogy a fiatalok között jól állunk. És ezt, vagy legalábbis remélem, hogy jól állunk. És hogyha a Budapestet kivennék, és valami külön helyzet lenne, akkor még kormányt is tudnak alakítani. De hát Budapest van. Hál' Istennek azért, hogy van, hogyha most eltekintünk itt a politikai szavazástól. De hát ott vagyunk a legnehezebb helyzetben. Szóval mondják, hogy tollan egy is könnyű. Ez maga fellegvágnak ezt képest. Hogy érdekes, még visszautalva a választások előtti korszakra, hogy ugye jártunk külön az országot, és egyik hétvégén Gola Gáborral együtt mentem, Kelet-Magyarország. És ez volt az időszak, hogy akárhova mentünk, hát tényleg a szószoros értelmében a csillárokon is lógtak az emberek. És Kelet-Magyarországon voltunk, Tiszavasváriban, tulajdonképpen össze is folyik előttem, hogy hol, mindenhol voltunk, mert mindig csak beültünk a buszba, valahol egy művelődési ház előtt kiszálltunk, bementünk, lakossági fórum, kiszálltunk, bementünk, lakossági fórum, és mentünk.